Nos, ha már a bélflóráról az előző videóban szó esett és beszéltem erről, akkor rögtön lépjünk is tovább egy nagyon fontos második szakaszra, az pedig az omega-3 zsírsavaknak a bevitelére, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye kevesen fogyasztanak sajnos rendszeresen halat Magyarországon, inkább a sertéshús az, ami elterjedt. Ugye ez pont az ellenkezője annak, amit szeretnénk elérni, hogy minél több omega-3 zsírsav legyen, és minél inkább el tudjuk kerülni, hogy a magas koleszterin szintet, a rossz koleszterin szintről beszélünk milyen esetben, és a szív- és érrendszeri betegségeket. Most lehet természetesen táplálék kiegészítőként, amit én jónak tartok, ugye a Forever-nek a halolaj kapszulája, őt egy viszonylag jó minőségűnek számít, vagy mondhatjuk azt, hogy jó minőségűnek számít. Ilyen még a piacon az Eskimo nevezetű márka, ami hát 8000 forint környékén van, tehát még drágább és kevesebb tabletta van benne, vagy kevesebb kapszula, mint ebben a Forever-ösben. Tehát, hogy táplálék kiegészítővel szeretnénk, akkor őt javasolnám, illetve én is őt szoktam alkalmazni. Sajnos ilyenkor puffadás és más egyéb problémák jönnek elő, mivel ugye ez csak a bélflórában, tehát a bélben oldódó kapszulában, ilyen light gelatin kapszulában van elhelyezve. Erre én nem annyira jól reagálok, tehát őt, hogyha lehet, akkor legvégső esetben. Ugye lehet jó minőségű tonhal konzerveket is fogyasztani, ebből is be lehet vinni az omega-3-at, ez nem egy olcsó mulatság, tehát ezt én mostanában nem nagyon szoktam alkalmazni, most ez a konzerv is azért van itt, mert akcióban volt, ezért vásároltam. Nagyon kitűnő megoldás a tőkehalmáj a saját olajában, nagyon lényeges saját olajában, ebben 100%-ban halolaj van, tehát 100% omega-3 forrás. Akár 350-400 forintért is hozzá lehet jutni egy ilyen konzervhez, és ha megnézzük, hogy hány gramnyi van egy ilyen kapszulában, ugye 120 kapszula, nézzük, hogy hány milligram van benne, 435 milligram van a napi két kapszulában, tehát 60 darabban, de itt látni is, tehát 78,5 gram a 120 darab kapszula. Magyarul, hogyha ezt most kiszámoljuk, akkor még 7-8 ezer forintért vásárolunk kapszulás kiszerelésben olyan terméket, ami egyébként benne lenne kettő darab ilyen konzervben, ami ugye tőkehalmáj van, és ez a saját olajában. Ennél is jobb megoldás lehet, hogyha így vásároljuk a halolajat, például az acolajnak a formájában. Én most ezt választottam, én szoktam menni a tőkehalmájat is, mert úgy gondolom, hogy ez egy jó kis kúra lehet, 3-4 konzervet szoktam úgy elfogyasztani, hogy egy nap a felét eszem, meg másnap a másik felét, az olaját pedig akár salátára, bármi olyan ételre, például tejföllel viszonylag el lehet jól venni, és a tejfölhöz jól illik, vagy a joghurthoz, a görög joghurthoz az íze, és ezzel el tudjátok fogyasztani akár kenyérrel is, mondjuk tejföllel vagy joghurttal összekeverve ezt az olajat. Nézzük a lazacolajat. A lazacolajat én mindenre rá szoktam tenni, tehát amire csak tudom, és amin el lehet viselni ennek a halnak az ízét, akár a rántott húsra, akár a sült krumpira, egy pici tejfölre, szintén tejfölben és joghurtban nagyon jó el lehet fedetni a hal ízét, ha nem szeretitek. Ha szeretitek, akkor pedig szerencsétek van, mert akkor ezt agyba főbe lehet locsolni. Egyébként a leírásában az van, hogy egy evőkanállal kell a szánkba venni, és a nyelvünk alá helyezni, és onnan megvárni, még felszívódik nagy része, majd utána lenyelni ezt az olajat. Hát ezt kevésbé javaslom azért nektek, hogy ezt tegyétek. Én mindenre locsolgatom, de látjátok, egy hét alatt ennyi fogyott belőle. Viszont ez 100% halolaj és 250 ml. Tehát, hogyha mondjuk 1 ml-t nézzünk, akkor ugye az 1 gram körülbelül, akkor ez 250 gramnak felel meg. Nagyon-nagyon lényeges, hogy az omega-3 zsírsavakat így állati olaj formájában vigyük be. A növényi az nem olyan hatásfokú, tehát itt jobb az állati, tehát a felszívódás és minden más okból. Most a vegetáriánosok ne figyeljenek ide, tehát ilyen esetben jobb most az állati eredetű. Az olajoknál azt is figyelembe kell vennetek, hogy hiába van például szőlőmagolaj, ugye omega-6
iszonyat mennyiségben van benne, szinte 50-50% ugye a szőlőmagolajnál az aránya az omega-3 és az omega-6 zsírsavaknak. Viszont itt nem mindig az a lényeg, hogy vegyünk be a szervezetünkbe, agyba, főbe halolajat és tisztítsuk meg az ereinket, hanem mindig az aránya a lényeges. Tehát mindig be kell vinni azt a fránya rossz koleszterint is, vagy a rossz koleszterinnek az alapanyagát, hiszen ugye a szervezetünkben állítódik elő a koleszterin, különböző, hogy telítetlen vagy telített zsírsavak aránya, nem mindegy. Tehát a telítetlen és telített zsírsavaknak az aránya az a lényeges. Az állati zsíradékok, például a serti zsírból nyugodtan bevéhetünk háromszor annyit is akár, mint a jó zsíradékokból, tehát a omega-3-ból például, mert ez az aránya jó. Tehát a jó koleszterin és a rossz koleszterin között a jó egy arány, a rossz koleszterin három arány, hogyha így hétköznapi nyelven szeretném megfogalmazni. Közben Döncike is megérkezett, és rátüsszentett, tehát igaz. Úgyhogy fogyasszátok nyugodtan az omega-3 olajokat, halolajokat, mert ezek nagyon sokat segíthetnek az egészségünk megőrzésében, ugye megakadályozzák a különböző szív- és érrendszeri betegségeket, és úgymond, mint egy kémény seprő, takarítják az érfalakat. Ne számítsatok rá, hogy mondjuk ami 30-40 év alatt lerakódott az érfalakon, azt néhány nap alatt vagy néhány hónap alatt le lehet takarítani. Természetes módon körülbelül annyi idő egy betegséget meggyógyítani, vagy az ilyen lerakódásokat fellazítani, mint amennyi időt lerakódtak.